Újévi fogadást adott Tarlós István főpolgármester a Budapestre akkreditált nagyköveteknek a főpolgármesteri hivatal dísztermében január 17-én. Az eseményen mintegy 60 ország képviseltette magát. Magyarország ebben az évben két választás elé néz. Májusban a többeket is érintő uniós választásokra kerül sor, októberben pedig az országos önkormányzati választásokra, amik Budapest fővárost is érintik. A magam részéről némi rábeszélés után vállaltam el, hogy ismét elindulok az októberi választáson. Tulajdonképpen eljátszottam a gondolattal, hogy akár be is lehetne fejezni, de ha már elvállaltam, akkor mindent meg fog tenni azért, hogy ez a választás ez ne legyen sikertelen a jelenlegi kurzus számára, és ahogy eddig is megpróbálom a saját elképzelésemet a lehetőség keretei között érvényesíteni. Budapest bármelyik nemzet, bármelyik polgárát vendégként nyitott kapukkal várja, barátként várja. Nem véletlen, hogy a testvérvárosi kapcsolatainkat és együttműködési megállapodással rendelkező kapcsolatainkat megkülönböztetés nélkül igyekszünk ápolni. Műszaki emberként számomra rendkívül fontos kérdések, a fejlesztési kérdések, annak figyelembevételével, hogy az emberek a legjobban szeretnek biztonságban élni, tehát a város működési biztonságát mindenek felett fontosnak ítélem. A most elindult legfontosabbnak ítélt projektek a saját megítélésem szerint a teljesség igénye nélkül a metró projektek befejezése, a Lánchíd felújítása, két új Dunahíd megépítése, a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út megújítása és bővítése, a belváros autómentesítésének előkészítése, itt rengeteg parkolóépítés jelenik meg szükségképpen igényként, kerékpáros fejlesztések, bizonyos környezetvédelmi projektek megvalósítása, és ismétlem a teljesség igénye nélkül egy elég nagyszabású projekt az egész városháza több megújítására. A kormánnyal közösen a magam álláspontja is az, jelentősen fejleszteni kell a turizmust. Azért említem ezt a végén, hiszen ez közvetlen vagy közvetett módon, de érinti a legtöbb nagykövetséget. Köszönöm, hogy ma este is megtiszteltek bennünket. Kívánom minden diplomatának, hogy érezze otthon magát Budapesten, munkájukhoz és magánéletükhöz egyaránt nagyon sok sikert és jó egészséget kívánok. Tarlós István külön köszöntette az eseményen résztvevő határon túli magyar lakta városok polgármestereit, Székelyudvarhely, Beregszász, Lendva, Szabadka és Kassa képviselőit. A köszöntő után a diplomaták és a főpolgármester kötetlen eszmecserék során beszélték meg országaik és a magyar főváros közötti aktuális kérdéseket.